Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, ez pedig az Ultra Gang mai adása, mai vendégeinkkel. Itt van velünk Fiala János, illetve Ábrahám Róbert. Szerusztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. A mai témánk, három témánk lesz, akkor kezdjük rögtön az elsővel. Létezik-e kiábrándult fideszes szavazó? Nyilván a Magyar Péter ügy kapcsán is, illetve a messiás várás kapcsán is állandóan felmerül az, hogy vajon a Fidesznek hogyan áll össze a szavazótábora, illetve hogy egyáltalán vannak-e olyanok, akiket meg lehet szólítani kiábrándultságokban. És akkor Fiala Jánost kérdezném először, aki már sok mindent látott életében, van-e kiábrándult fideszes szavazó, és ha ilyen, igen, akkor milyen a kiábrándult fideszes szavazó? Itt van nálam egy 444 cikk, abban megvan a meghatározás, de nem hiszem, hogy definíciót kéne mondani. Bede Márton a mese szerint a kiábrándult fideszes, és így tovább, de nem leszek az a Bolgár György hallgató, aki azt mondja, hogy nem lesz hosszú, és aztán két óra múlva se lehet lerakni. Ja, mert hogy a Kejfejancsiban viszont lerakják, úgyhogy hát addig, perc le, után, úgyhogy... addig le lehetett rakni, amíg rádióműsor volt, hát ugye a YouTube az már egy más tészta. Egy állítást tudok tenni. Én nem vagyok kiábrándult fideszes. Sose voltam fideszes, de nem vagyok kiábrándult MSZP-se. De kiábrándult vagy? Kiábrándultnak kiábrándult vagyok, de nem az üres kiábrándult vagyok, hanem az a kiábrándult vagyok, aki szeretné megszüntetni a kiábrándultságát, ha egyébként van. A kiábrándult fideszesről, mint múzeumi tárgylást, British Museum vagy Louvre, azt a személyes történetet tudom elmondani, szűk baráti körömből, név megjelölése nélkül, diszkréció, ahol az idősebb szülők a lányokat hívták föl a kegyelmi döntés után, amikor zűrzavar volt a médiában, amikor a Fidesz nem szólalt meg, és ez a relatíve idős szülői pár, nem aggasztjánokról van szó, a lányokhoz fordultak az ügyben, mert 5 napon keresztül a központ nem mondott nekik semmit se, és kérdezték, hogy mi a helyzet. Nem voltak kiábrándultak, nem tudom, mi az a kiábrándult fideszes, az olyan nem, mint a szerelmi csalódott, és akkor soha többet abban a nőben már nem szeret bele. Nem tudom, fogalmaznak ilyen kategóriákban, én nem ilyen kategóriákban fogalmazok. Róbert? A Magyar Péter ügy kapcsán ugye most nagyon sok helyen előkerül újra ez a kifejezés, kiábrándult fideszes. De meg kell vizsgálni, hogy mikor került, mikorában elő ez a kifejezés, és kiknek kapcsán. Fel kell tenni azt a kérdést is, hogy a Magyar Péter körül hirtelen kialakult, rekordgyorsasággal növekedő nagy tömeg, az egy új közege, vagy az valami régi, ami most átállt. Én személy szerint azt gondolom, hogy nagyjából ez ugyanaz a tömeg lehet, aki egyébként korábban megjelent Márki-Zay mögött is, tehát ez nem egy új erőforrásként tekintek erre az ember tömegre, magamat ismételve, hanem úgy, mint akik egy nagy díjként tekintenek a politikára, és van monakói nagydíj, van budapesti nagydíj, most a magyar nagydíjat látjuk, most ide álltak be, most itt vannak jelen. Ezeket szokták egyébként köznyelvi értelemben kiábrándult fideszeseknek hívni, de szerintem ők nem kiábrándult fideszesek. Tehát ők ugyanazok, akik mindig várják az új messiást, és iszonyat könnyen hajlamosak egyébként beállni bárki mögé. Hogy van-e egyébként a szó legszorosabb értelmében kiábrándult fideszes, szerintem van. És azok a kiábrándult fideszesek azok leginkább azért ábrándulnak ki, mert találkoznak azzal, hogy Magyar Péterek is egyébként része voltak annak az egésznek, amiben ők hittek, vagy amit ők követtek. Tehát szerintem pont ez a legkiábrándítóbb. És nem azért mondom ezt, mert most minősítgetni akarok bármilyen szavazót, szerintem mindenki arra szavaz, és azt támogat, akit akar. Csak a Magyar Péter jelenség az több helyen is ellenmondásos, és valahogy egy olyan tömeget látok mögötte, akiket az ellenmondások nem zavarnak. És akkor majd is tovább veszük a mai témánkat, ez még többször vissza fog térni. Tehát Magyar Péterrel kapcsolatosan voltak olyan fordulatok, olyan történések, ahol minimum egy-egy ponton el kellett volna bizonytalanulni ezeknek a követőknek, hogy vajon jó irányba tartunk, egy jó embert választottunk el Felkentnek. És ez az elbizonytalanulás ez nem történt meg, ami bigottságra és vallásos meggyőződésre utal az én szememben. Hadd mondjak akkor egy-egy dolgot azoknak kapcsán, ami elhangzott. Olyan, hogy kiábrándult, olyan van. Olyan, hogy kiábrándult fideszes, olyan nincs. Kiábrándultak vannak. Én nagyon sok Fideszhez tartozó kiábrándult emberrel találkozom most is,
akik megmaradnak a Fideszben, a kiábrándultságuk dacára, és mindannyian meg tudják magyarázni, hogy ezt ők miért teszik. Egzisztenciális okból, ilyen okból, olyan okból, amolyan. De nem lehet, hogy az alternatíva hiánya miatt teszik? Ugye a koromból is adódóan én értem és ismerem a Fidesznek a fiú öltözőkkel kapcsolatos legendáját, dacára annak, hogy fideszes fiú öltözőkben olyan nagyon gyakran nem voltam jelen, de a fideszes alapfiúkat a 90-es évek eleje óta ismerem. Igenis létezik olyan, hogy valaki az összes kudarc és csalódás dacára nem hagyja el a klubot. Vagy Liverpool drukker, vagy Fradi drukker, de hogy ő más drukker legyen, akkor és inkább... És lehet, hogy szidja magát is az aktuális focistát, lehet, hogy szidja az edzőt, akár egy Fradi drukker, akár ki is írja a Facebookra, de azért elmegy a Fradi meccsre, és továbbra is szurkol a Fradina. Egyrésztről, másrésztről avval kapcsolatban, amit mondtál, ott meg azt tudom neked mondani, hogy a kiábrándulttal szemben két dolog van, ami fura. Mert ugye egyrészt ott van a nem kiábrándult, másrészt pedig ott van a hívő. Az igazán komoly kategória a hívő, mert ő eltántoríthatatlan. Hogy valaki hogyan válik hívővé, azt nem tudom elmondani, sem Fidesz, sem Isten hívő vonatkozásban, bár az utóbbi lényegesen közelebb áll hozzá, mint a Fidesz. Hogy tegyek egy megjegyzést, mert az itt elhangzottak azért nagyjából én egyetértek, viszont van még egy kategória, gyakorlatilag szavazó. A gyakorlatilag szavazó, tehát aki se nem hívő, se nem mondjuk rajongóként tekint a politikai pártokra, hanem a saját életére vonatkozólag hoz döntéseket, és őket úgy általában nem nagyon számolja senki. Hát az a nem kiábrándul. Igen, de csak mondom, hogy van egy ilyen harmadik kategória, és például itt visszakanyarulunk egy picit a te állításodhoz, mert az ő életükben viszont, ha megnézed, ugye ez az alternatíva kérdése. Tehát, hogy na, biztos vagy benne, hogy vannak olyan emberek, akik egyébként csalódottak, bizonyos politikai erőben kiábrándultak is lehetnek akár, de mondjuk úgy gondolkodnak, hogy nem utópiákat kergetnek, és nem azt mondják, hogy egy olyan politikai erőt keresek, amiért rajonghatok, mert hibátlan és tiszta, mert ilyet szerintem, aki ilyet keres, az reménytelenül fogja végezni, mert ilyet nem fog találni, és azt mondja, hogy mérlegre teszi mindazt, amit negatív szempontból el kell könyvelni, és mérlegre teszi a pozitív szempontokat, és az alapján a saját életére vonatkozóan megállapítja, hogy neki mely politikai erő támogatható. Ez azért fontos, hogy a saját életére vonatkozólag, mert lehet, hogy például Budapesten érkeznek a Fidesszel szemben olyan kritikák, amik mondjuk helytállóak, de mondjuk ő nem Budapesten él, ebből mondjuk semmit nem tapasztal, és mondjuk ő nem tudom, hogy vidéken valahol, nem tudom, nem akarok most így talán a város mondani, ott viszont a Fidesz politikájából és csak a pozitív módot érzi. És az oda-vissza is működhet, tehát fordítva is lehet, hogy van a városban olyan, ami a vidéken mondjuk negatív, és akkor itt nem arról van szó, hogy bárki bármi pártot mondjuk isteníti, vagy vallásos hittel rajong érte, hanem a politikai felhozatalból választ egyet, és még hogyha vannak is mondjuk botrányok, vannak Magyar Péterek, vagy akármi is történik, akkor is tud egy megfontolt döntéshoz, és nem feltétlen azért, amit nagyon sokszor sugallnak egyébként, mert mondjuk idióta lenne, vagy félrevezetett. Ilyen is van. Akkor még egy dolog. Milyen érdekes dolog lenne, hogy 10 ember, mint a szembesítésnél, nem beszélhetnek politikáról, csak beszélnek. És akkor jön Ábrahám Róbert, és az a feladata, mondja meg, melyik a fideszes. Csak és kizárólag a megnyilvánulás alapján. Oké, lehet, hogy öltözéke is van, de létezik, hogy csak a szövege alapján. Halvány lila gőzöm nincs, hogy Ábrahám Róbert egyébként, ha az illető őszintén is megmondja, milyen találati arányjal működne, magamról se tudnám megmondani. A következő feladat az lenne Ábrahám Róbertnek, időkorlát nélkül, tegye csalódott-e azt a fideszest, akit egyébként leleplezett. Milyen eszközökkel, milyen módszerekkel, milyen ígéretekkel, milyen kényszerítéssel lehet valaki csalódottá tenni? Ugye a példa semmilyen vonatkozásban nem életszerű, hiszen a csalódott fideszes az nem egyszerűen azt jelenti, hogy korábban fideszes volt, hanem azt is jelenti, hogy viszonylag hosszú idő telik el. Mert ahhoz, hogy valaki csalódott szerelmes legyen, ahhoz kell létezni egy kapcsolatban, és annak a kapcsolatnak meg kell romlania. Hogy milyen okból romlik meg, azt megint fel lehet sorolni, de abban én most taxatíven nem mennék bele, de a csalódott fideszes az mindenféleképpen egy hosszú folyamat, és ebből a szempontból a Fidesz azért van kiváltságos helyzetben, mert van még csalódott MSZMP-s, de a Gyurcsányi éra se tartott annyi ideig, és nem volt olyan lineáris, hogy Isten igazából
csalódott MSZP-sekről beszélhetnénk, mert ahhoz egy olyan lineáritás kell, mint amit a Fidesz biztosított, és ilyen hosszan. Behoznék még egy szempontot, még pont a vallás, de egyébként részben a szerelem kapcsán is. Ez pedig az, hogy akár a vallás, akár a szerelemnek a kezdete, azért nagyon sokszor egy ilyen gyerek kasztban tartja az embert. Tehát, hogy átadom az érzelmeimet, mondják meg, hogy én mit csináljak, és ugye, ha eljön a kiózanodás, vagy a felnőtté válás pillanat, és én a vallás véletlenül sem akarom bántani, jó magam is hívő ember vagyok, tehát, hogy ha az egy őszinte dolog, és egy őszinte hiten alapszik, akár a külső befolyásoktól mentesen, akkor az egy jó dolog lehet, csak amikor valaki egy ilyen vezetett emberré válik, és akkor mondjuk eltelnek évtizedek, és egyszer csak rájöbb, hogy te jó ég, hát én gyerekcipőben voltam tartva, és itt jön a kiózanodás, akkor az mondjuk vezethet csalódáshoz. És itt merül fel a Fidesz esetében az a kérdés, hogyha ő folyamatosan gyerekszerepben tartja a választóit, akkor mi van akkor, hogyha tényleg az évtizedek múlásával egyszer csak egy ponton, valami gyújtópontnak köszönhetően akár felül? Ugye ez egy, nem egy rossz példa. Ez függ az emberek érzelmi, értelmi intelligenciájától, és függ a hétköznapjaitól, amire az Ábrahám egyébként korábban egészen más okból utalt. Én a szónak abban az értelmében nem vagyok vallásos, mint te. Bizonyos szempontból, hogy kizárjam ennek a lehetőségét, vagyok Woody Allen hívő, nem akarok olyan klubnak a tagja lenni, amely szívesen fogadna a tagjai sorába. De ha a kegyelmi történetet nézzük, és Balogh Zoltánt, én például, ha református lennék, nem vagyok az. Racionális megközelítéssel, ami sok mindenre jó, és legalább annyi mindenre nem. Amíg Balogh Zoltánnal kapcsolatban nem látnék tisztán, felfüggeszteném a református egyházzal, a magyar református egyházzal való kapcsolatomat, miközben nyilvánvalóan a reformátusságomat nem tagadnám meg, de nem mennék templomba, egy olyan templomba, amely egyébként ezt a működésű református egyházat vagy nem tagadja meg, vagy nem helyezi olyan kritikai górcső alá, ami alapján azt mondom, hogy ez egy megtisztított egyház, egy olyan egyház, vagy annak egy temploma, ahova én szívesen elmegyek. Nagyon sok mindenre szeretnék reagálni, hogyha van a lehetőségem, visszamennék egészen odáig, hogy helyi szobában emberekkel beszélgethetnék, és meg kellene mondanom, hogy ki a fideszes, és ki nem, meg tudnám-e tenni. Az, hogy csalódottát tegyem, azt nem biztos, hogy vállalnám, de mondjuk 15 évvel ezelőtt erre a feladat azt mondtam volna, hogy hát ez egy nehéz feladat. Ma már ez sokkal könnyebb, tehát már a oly mértékben polarizálódott a társadalom, hogy egyébként értékválasztás alapján pár mondatból ki lehet azt szűrni, hogy ki kit támogat, és ki kihez kívánkozik, és ezért van bent a politika az életi minden szegmensébe mára, mert olyan mértékben behatolt egyik és másik oldal is az ember magánszférájába, hogy lehetetlen 5 mondatból megmondom, hogy ki melyik oldalon áll. Ez az egyik. A másik rész ennek a dolognak Balogh Zoltán kapcsán talán Tamás tudja tanúsítani, mert egyszer felhozódott már ez a név ebben a műsorban, amikor én szerepeltem, hogy az én véleményem vele kapcsolatosan mi. Az én véleményem vele kapcsolatosan az, hogy lemondani, zsák és hamu, vezeklés is tűnjön el. Nekem ez a véleményem. Ugyanakkor az egyház is felvetődött, hogy ha valaki református, akkor azután mondjuk a reformátusokhoz elmenne egy istentiszteletre, hogy a Balogh Zoltán jelenség ebben az egyházban jelen van. Az egyház ebből a szempontból egy picit hasonlít a Fideszhez is. Ugye a Fidesz is egy óriási struktúra, egy néppárt, maga, amit NER-nek hívunk, az még ezen is túlmutat, ugyanez a helyzet az egyházakkal. És ne csak a református, beszéljünk egy picit a példakerület a katolikusért. Én egyik sem vagyok, én nem tartozom, nem sorol magam felekezethez, de mélyen hiszek az Istenben. És a katolikus egyházzal kapcsolatban is rengeteg olyan vádat hallok, amivel kapcsolatban próbálták mondjuk a vallástól elvenni a kedvemet, hogy hát mit tettek a középkorban, milyen bűnök tartoznak a nevükhöz, és ott is ugyanazt gondolom, mint a református, vagy bármilyen egyház esetében, ezek oly nagy intézmények, hogy egész egyszerűen a soraikban sajnálatos módon a gonosz is helyet kap, ez kétségtelen, és talán Balogh Zoltán apropóján nem vonnék messze menőleg következtetéseket a református egyházról, mert ugyanakkor a református egyházban sem szívlelik Balogh Zoltán. Tehát azért nem megtűrik. Egyelőre megy azért a harca, hogy én hallom a médiából, hogy ő azért vállalja már a felelősséget, és ne terhelje az egyházat. Most tehát pont református hívők adtak egyébként ki egy nyílt levelet annak érdekében, hogy Balogh Zoltán mondjon le. Korábban egyébként volt azért olyan református vagy Tisza melléki püspök, aki szintén szóval, hogy nem, az látszik, hogy nem egységes talán ebben a református egyház. Még egy gondolatot, hogyha megengedtek, mert még szerettem volna egy dologra reflektálni, amikor ez a gyermekségben tartja
a Fidesz. Én nem tudom, hogy mennyire tartja gyermekség, vagy az annak nevezhetjük-e, bár tény, hogy a keresztény hívőket és úgy általában a hívő emberre a gyermek analógia helytálló. De ugyanakkor a hívőség nem csak a gyermekiségből áll, az is része, de ahhoz, hogy valaki például hívő tudjon lenni, és elfogadja, hogy létezik egy nálánál magasabb létezés, egy nálánál magasabb teremtő, ahhoz mindenekelőtt alázatra van szükség, és általában ez válassza ketté a két oldalt. És nem a két oldal politikusairól beszélek most leginkább, hanem ma már ugye az ideológiák is összemosódtak. Nevezzük bal és jobb oldalnak, és ez megcsaló, mert egyébként a bal oldalban rengeteg minden más is van. Van a valódi bal oldal, van a liberalizmus, és van egyéb sok minden, jobb oldalon is igaz ez, de akik alázatosak, azt nevezhetjük gyermekeitnek, leginkább azok sorolják ma magukat a jobb oldalra, és egy picit nagyobb gőgöt találok a másik oldalon. És ez nem feltétlenül igaz minden szereplőre, de például én nagyon sok olyan vitát és megnyilatkozást hallottam ezektől a szereplőktől, ahol bizony abból a pozícióból beszélnek, ahol ők a mindenki felett állók, és mindenki, aki mondjuk a másik oldalon áll, hozzájuk képes, nem érhet fel ugyanarra a szintre. Érdekes dolog, amit mondasz, de közben vegyük bele még egy szereplőt, miközben behoztad. Itt nem csak a két hívő tagozat közötti különbségről van szó, hanem a két egyház vezetőinek a saját hívőikhez való viszonyát tekintve, és ebben a tekintetben én már olyan nagy különbséget nem találok, mert az az alázat, amiről te beszélsz, és aminek egyébként a jelenlétét, anélkül, hogy ezt egy ilyen potméteren be lehetne állítani, de mindannyian tudjuk, hogy mit nevezünk olyan alázatnak, ami normális, és mi az, ami túlzó, az, hogy maga az egyház, hívják azt Fidesznek, vagy hívják azt Demokratikus Koalíciónak, a saját hívőik iránt is alázatot mutassanak, az sem a Fideszben, sem a Demokratikus Koalícióban nem érzi. Nem cáfolva azt, amit most a János mondott, csak még egy gondolat, mert még be akartam fejezni az előbb, hogy az alázatból nekem egyébként még nagyon sok más dolog is következik. Például az, hogy az egyik oldal, aki az alázatot elfogadja, és alázatos, az a tekintélyelvűséggel sem áll hadilábon, mondjuk. Míg a másik oldal, ami meg hát egy sokkal gőgösebb oldal, az pedig folyamatosan azzal riogatja, és akkor beszéljünk már nyíltan, tehát a mostani, amit ma baloldalnak hívunk, az rendszeresen azzal akarja jogatni a jobb oldalt, hogy itt bizony tekintélyelvűség van, itt a demokrácia veszélyben, és nem veszik észre, hogy a jobb oldal az nem zavarja. Mert az alázatban a tekintélyelvűség, meg egyébként a vallásos ember számára a tekintélyelvűség az a jó irány, és nem a rossz. És egyébként 2024-ben én nem tudom, hogy mennyire számít ez blaszfémiának, hogyha valaki egyébként megkérdőjelezi, hogy biztos, hogy nem lehet semmilyen formában kritizálni a köztársaságot, a demokráciát. Tehát értjük azt, hogy ez sokáig működött, és ez volt a nyugati, és félértés ne esen, nem a diktatúrát akarom én most itt is említeni, csak már azt látom, hogy a demokrácia, a szerint demokrácia ideje elmúlt, és az a demokrácia, amikor valamikor egyenlőséget hirdetett, az már a sokkal te inkább válik diktatórikussá. Nem csak ezt látom, mindenben ezt tapasztalom. Tehát ha megnézzük, ami Európa legfontosabb eseményét ma zajlik, én konkrétan azt látom, hogy pár ember kezében van az irányítás, és a népnek ebbe beleszólása nem nagyon van, és ezek olyan drasztikus lépések, amiket nem lehet visszafordítani, és a következő választása már oly mértékben, hogy mondjam, elfajulhatnak ezek az események, hogy már nem is nagyon lesz a választóknak. Igen, egy nagy különbség van köztem és köztetek. Az az életkorom. Nekem az a szerencsém, vagy az a pehjem, hogy éltem mind a kettőben, és van összehasonlítási alapom, hozzátéve, hogy más-más korban voltam, és ez nem, tehát, hogy nem tudok áthozni onnan valamit. És én ilyen pehjesként azt élem meg, hogy az egyik pozitívuma az nincsen meg a másikban, és ennek következtében el kell fogadjam, alkalmazkodnom kell hozzá, miközben mind a kettőre kritikusan nézek, de a jelen szituációban hiába van kritikám a múlttal kapcsolatban, azt itt nem tudom alkalmazni, és fordítva. Én nem érzem az alázatot az egyház részéről a hívők iránt, ez kevésbé az egyház vonatkozásában mondom, mint a politika iránt, miközben azokat az embereket, akik most egyházvezetők, 30 éve ismerem. És tudom, hogy alázatosak lehet, hogy sose voltak, de sokkal alázatosabbak voltak, mint korábban, és őket én akarva akaratlan tudom szembesíteni, amit ők úgy tudnak elkerülni, hogy nem beszélgetnek velem. Maximum néha, ha sikerül valakit szóra bírni. Egy gondolatot még behoznék ehhez a témához, és aztán ugranánk, hogy a hatalom
És az ellenzéknek is van valamiféle hatalma, ha más nem, akkor a saját szemét dombjukon a párton belül. De hogy maga a hatalom az, nem lehet, hogy ebből adódóan nincs meg az alázat, vagy kopik az alázat, mert hogy a kettő együtt az kizárja hosszú távon egymást? Nicola Machiavelli. És nincs is mit hozzátenni, tehát Nicola Machiavelli. Aki olvasta a Fejedelmet, az már tudja, hogy ez nem egy új keleti dolog. Irányítani, hatalmat gyakorolni tiszta kézzel nagyon nem lehet. Tehát kétségtelen, hogy a hatalom megszerzése, a hatalom megtartása, nevezzük ezt irányításnak, mert demokráciáról beszélünk, nem hatalomról. Tehát ez azzal jár, hogy bizony ott előbb-utóbb egyébként maga a hatalom gyakorlóban is igen kialakul az a fajta gőg, aminek, amiről beszéltem az előbb a másik oldal kapcsán, ez vitathatatlan. De ez így volt időtlen idők óta. Vitatva az elhangzottakat, nagy szerepe jut a hatalomat nem gyakorlóknak a tekintetben, hogy be tudnak-e emelni olyan korlátokat, amelyet a hatalom gyakorlóknak kénytelen, kelletlen be kell tartani. És be tudnak? Az itthoni helyzetet tekintve nem. Akár egyébként például az influencer tüntetés, ami most legutóbb volt, vagy a köztársasági elnök igazságügyi miniszter buktatás, az semmilyen kontroll? Az, ha leszakad a jéghegyről egy darab, attól még a jéghegy megmarad. Az a kérdés, hogy ami leszakad róla, az nagyobb-e annál, mint ami ott marad. Ha nagyobb, akkor igen, ha kisebb, akkor nem. Szerintem... Nem csak annyi, hogy általában a jéghegy látnak a láthatatlan része ráadásul lent van, az meg általában nem szakad. Ebben meg teljesen igazad. Szerintem nem szabad politikai konzekvenciát vonni az influencer tüntetésbe, azért nagyon csalafint a dolog volt. Tehát azért jegyezzük meg, hogy ott nem az volt, hogy itt kikiáltották azt, hogy lesz egy kormány ellenes megmozdulás. Mert ha egy kormány ellenes megmozdulásnak hirdetik, és kimegy X ember, vonhatunk le konzekvenciát. Itt azt mondták, politikamentes megmozdulás, a gyermekekért állnak ki. Ez egy teljesen más fint, illetve meghirdették mellé az ország legfelkapottabb popénekesének az ingyen koncertét. Tehát itt azért, aki végül nem vett részt a rendezvényen. De azért üzen, nem tudom, Kobakabán a bicsről. Ebben nem lennék biztos, ott nem volt meghirdetve a koncert. Hát ez úgy volt, hogy Azaria részt vesz, de az, hogy koncert. De ez az internetes felületeken abban a részben teljesen igazad van, hogy ez nem tárgyilagosan így lett meghirdetve, az internetes térben az így terjedt, hogy ott lesz. Az internetes térnek a következmény. Igen, csak hogy itt... Ebből is megint... Ugye én még nem az internetes térben nevelkedtem, tehát az internetes térben én elkúszálva láttam azt, hogy ebből koncert nem lesz. Engem nem ér csalódás. De abban talán van köztünk egy konszenzus, hogy ez mégiscsak egy hibrid esemény volt. Teljesen. És közönség találkozó az influencerekkel, lehetett velük fotót van készíteni. Ennek, ne legyen az, hogy elveszem a súlyát, nyilván van súlya. Csak messze menőleg ne ebből vonjuk le a konzekvenciát, mert hibrid esemény volt, és nem tiszta lapokkal azt mondták, hogy gyerekek, aki ezt a kormányt azt akarja, hogy menjen, az jöjjön ki és legyen velünk, mert lehet, akkor teljesen más számon mutatkoztak volna. Érdekes dolog, amit felvetettél, mert ugye maga Puzsér Róbert mondta azt, hogy az influencerek ezt miért nem folytatják, miközben neki azért az influencerekhez több köze van, mint nekem. És hogy ezt vajon miért a Magyar Hangnak mondta el, miért nem azoknak, akik egyébként ezt folytathatták volna, vagy az is lehet, hogy elmondták, és nem akarták folytatni. Az a demonstráció egy pont. Tehát nincs még egy pont, amivel egyenes tudnék hozni. Ugye ez a teljesen elmebeteg magyar nyilvánosság az ellenzéki tüntetéssel hozta össze, és sikerült nekik egy egyenes létrehozni, hogy az egyiken milyen sokan voltak, a másikon meg milyen kevesen, de ilyen egyenes létrehozni bármilyen pont között lehet, és ennek semmi értelme nincs. De hogy azt valójában azért csinálták, hogy megnézzék, hogy mire képesek, arra, hogy elmondják a magukét egy olyan környezetben, amely egyébként tőlük idegen, hiszen az influencerek nem a hősök terén szoktak általában létezni. Erre én nem tudom a választ, akitől választ kaphattam volna, illetve akikhez ezt a kérdést föltettem, azok szóra sem jöttattak. Akkor most mennék tovább, de részben ide kapcsolódik a témánk, ez pedig egy másik vallás, a Magyar Péter által gründolt egyháznak a jelenlegi állapota. Mert hogy ott meg azt lehet látni, hogy minthogyha működne egyfajta kettős mérce, hogy miközben mondjuk Magyar Péterről kihoznak hiteles vagy nem hiteles rendőrségi dokumentumokat, akkor az van, hogy miért támadják, hogy lehet egyáltalán, és hogy ez biztosan a rogáni propagandagépezetnek az elhallgattató akciója. Ha viszont Magyar Péter szivárogtat, vagy Magyar Péter mesél el a házasságából, magánéletéből történeteket, italozás, stb., akkor hősként ünneplik. Magyar Péter az új Trump? Nem, amit az Ábrahám mond, én elhiszem neki, egyszer próbáljuk ki. Jó. Tehát ebben a 10 emberrel. Megszervezzük. Tételezzük fel, hogy ebben igaza van.
Az a nagy kérdés, hogy lehet-e az Ábrahámot az ügyben zavarba hozni, hogy valakiről egyik se derül ki. Magyar Péter egyebek közt annak az ékes bizonyítványa, hogy valakit imádni kell. Vannak a bálványimádók, ha nem tudják az egyiket imádni, keresnek valamit. Vagy a kapcsolatfüggők. Kapcsolatfüggők. A legkülönbözőbb, de mindenféleképpen valamilyen módon dependensek. Én voltam dependens, mára nem vagyok. Tehát én, ha elvesztem a gazdatestet, ahogy ezt szokták mondani, a szőrmajmot, akkor nem keresek magamnak újat, mert azt feltételezem magamról, hogy képes vagyok nélküle is élni. És mi volt a te dependenciát tárgya? Érzelmileg voltam. De nem politikailag akkor. Dehogy is. Azért, hát azért egy teljesen normális ember voltam azért régebben, akit alapvetően a szerelmi bánatai befolyásoltak. Dehogy érdekelt ennyi a politika. És ezektől nem tudtam szabadulni már, mint ezektől a szerelmi bánatoktól. Egyikből estem a másikba. Ha összeadjuk, akkor leszámítva a mostani életemet, én sokkal több időt töltöttem a szerelmi bánatba, mint kapcsolatban. Ez rányomta a műsoraidra a bélyeget? A maximálisan. Persze. Hát az ember... Én azt hittem, hogy reggelente csak fáradt vagy. Nem, én azért kezdtem el dolgozni, hogy függetleníteni tudja magamat a szerelmi bánatomtól, amely egy 10-es skálán 11-esre töltött ki. Tehát én konkrétan a szerelmi bánatomtól nem láttam az erdőt, semmit nem láttam. Kitörhetett volna a világháború. Oké, a világháború ne törjön ki, de hogy titeket nem látnálak, vagy nem láttam volna abban az életkoromban, ráadásul az elég sokáig eltartott, az biztos. Magyar Péter ilyen emberek számára fontos, ezt többé-kevésbé ezt a nem létező lovat egyébként meg is lovagolja, és még egy dolog, én nem győzöm hangoztatni azt, hogy az influencerség és az újságírás az nem ugyanaz. Én nem mondom, hogy az egyik az, most nem jut eszembe a szó, de kuruzsló. Tehát nem mondom az influencerek az kuruzsló, mert akkor olyan lenne az egész, mint a savanyú a szőlő lenne. De én nem győzöm azt hangoztatni, hogy amit elrontottak az kezdeti influencerek, és ebben a legnagyobb hibát messze a Partizán követte el, amely egyébként nem ment végig mindazon, amit egyébként lehetővé tett Magyar Péter, azt később már nem lehetett pótolni. Tehát nem tettek fel olyan kérdéseket, amit tettek. Fel kellett. Ugyanis amikor ugye arra hivatkoznak, hogy a család szentség, ott egyebek között Magyar Péter mondta el, hogy az ő életükbe hogyan avatkozott be Rogán Antal, a Karmelita akkor, amikor egyébként az ő házasságuk megromlott. Ott annak a történetét fel kellett volna tudni göngyölíteni olyan részletességgel, amilyen részletességgel utólag egy Dezső András féle rendőrségtől megszerzett jelentéssel az egész nem borulhatott volna. Igen, csak a Partizán, ugye megnéztem Jakab Péterrel Gulyás Márton interjúját, ő ott is azt mondta Molnár Enikő esetében, aki azért Jakab Péterhez eléggé kötődik politikailag is, meg mindenhogy, hogy egyébként az, hogy a magánéletetekben mi van, az engem nem érdekel, mert a magánélethez semmi közöm. Ugye ez a kérdés, hogy amikor valaki közszereplővé válik, akkor le kell lemondania a magánéletének bizonyos közérdekű részéről. Mert Jakab Péter előtte létezett, Magyar Péter pedig nem létezett. Magyar Péter a magánéleti válsága plusz Novák Katalin által jött elő, ennek következtében Magyar Péternél ezt a jelenséget nem vizsgálni, szarvas hiba volt. Szarvas hiba, és én csak arra tudok utalni, hogyha valaki kontármódjára valamit az elején elront, akkor én, mint régész, utólag már csak azzal a tereppel tudok foglalkozni, amit egyébként a kontár maga után hagyott. Vállalom annak az ódiumát, hogy a Kejfej Jancsit 5000-en, 10000-en nézik, a Partizánt pedig 2 millióan. Ha innen nézzük, akkor én meg se szólalhatnék, de azt gondolom, hogy az igazság nem feltétlenül ilyen számokban van, bár könnyen vagyok lesöpörhető ezáltal. Hát itt is nagyon sok minden lesz, amire szeretnék reagálni. Hát a bálványimádás kifejezést hallottuk, hát ezzel én nem tudok nem egyet érteni, én ugyanezt gondolom. A másik rész az, amikor a Partizánban elhangzik, hogy behívták a Karmelitába a Magyar Pétert, és próbáltak rá, nem tudom, megfélemlíteni, vagy nem tudom, mert ennek több verziója volt. Én is azt gondolom, hogy azt illett volna ott feltárni, pontosan mire gondol Péter. Ugye utólag azért más értelmet nyer. Csak azért, mert szeretném jelezni, hogy először még arról beszélt, hogy botozásokról beszélt, hogy volt a botozás is, mint lehetőség, meg minden egyéb. Aztán a végén már nem botozásokról beszéltünk, és már nem is teljesen megfélemlítésről, hanem a végén már csak arról beszélt, hogy a Rogán azt mondta neki a Karmelitába, és akkor már nem titkosszolgált, mert őszül volt egy ilyen is, hogy titkosszolgálat. De aztán az lett, hogy Rogán volt, nem titkosszolgált, és a Rogán azt mondta neki, hogy a vállásotokat azt úgy kell menedzselni, hogy ne legyen balhé, jó?
Ezt próbáljuk meg így. De most ezt, hogyha összevetjük az, hogy időközben kikerült ez a rendőrségi jelentés, amiből a Rogánnak nyilván tudomása lehetett arról, mert mindenkinek, aki érintett volt az ügyben, hogy a megromlott házasságuknak az volt az előzménye, hogy voltak vitáik. Nem nőverésről beszélünk most itt, mert ez igen, nem bizonyított. Fontos. Tehát az azért egy erős vita. De Rogán aztán ott lehetett az, hogy kimászott a Varga Judit. Az igazságügyi miniszter. Még az igazságügyi miniszter. Csak úgy próbáljuk meg ezt úgy filmre vinni. Igen, amikor az igazságügyi miniszter kimászik a szuterén ablakon, az egy elég erős jelenet. Tehát ennek kapcsán már nem is olyan ijesztő az, hogyha... Előtte kidobál mindenfélét. Igen. Tehát abban megegyezhetünk, hogy nem nőve, vagy nem tudjuk, hogy volt ilyesmi, de az biztosan tudjuk, hogy ez azért egy elég erős veszekedés lehetett, mert hát ilyen dolgok... Igen, az én feleségem nem szokott kimászni veszekedés után sem. Együtt én azt tudom mondani, hogy sok olyan kapcsolat van, amely évtizedekig tart, és túlteszi magát kimászásokon. Tehát én emiatt sem Magyar Pétert, se pedig Varga Juditot nem fogom megróni. Abszolút így van. Van, akik erre gerjednek, csak, szívesen elnézést. Csak ennek a... Igen, az a pszichológusoknak egyébként az asztal, ahol... Csak ennek a tének a tudatában azért már nem is annyira ijesztő az, hogyha a Rogán Antal arra kéri a Magyar Pétert, hogy ezeknek tudatában a nyilvános előtt ne van nélkül, hogy félreértek. Most már vagyunk olyan viszonyban, hogy azért én azt kérdezem tőled, párkapcsolatban ez? Abszolút. Vannak viták? Vannak természetesen. Oké, tételezzük fel, hogy én csak az alapján, hogy itt ülünk, és tudom a telefonszámodat, holnap azt mondom, gyere be, mert szeretnék veled beszélni. Nem hinném, hogy szalonképesen reagálna. De... És neked ebben tökéletesen igazad van. Hol van az, hogyha a Varga Judit és a Magyar Péter összevesznek, és a Rogán telefonál, hogy arra az ember nem azt mondja, hogy ma meg. Mi között van ott, hogy egy miniszterről beszélünk. Ezt akartam mondani, hogy az analógia itt bukácsol. És a miniszter az másfajta? Tehát a miniszter szerelmi bánata és a házasság az olyan, hogy egyébként az Orbán Viktor behívja és megkérdezi tőle, hogy ne haragudj el, hogy viselkedhetsz így, miközben a Lázár János és a Navracsis vitájában meg nem avatkozik bele. Tehát hogy van az, hogy arról, tehát hol van az a házassági szerződés, amivel bele van írva, hogyha egyébként neki konfliktusok van, akkor mediátorként a Rogán Antalhoz kell fordulni. A házassági szerződésben valóban nincs beleírva, és ebből a nézetből én értem a te állításodat, csak itt a másik meg az, hogy ez mégiscsak egy igazságügyi miniszter. És akkor mi van? Hát akinek például nem fér ez bele, hogy ha így viselkedtek akkor ott azon a helyszínen, ilyen feldúlt állapotban, ha mondjuk a válások után, ami mindig hivatalban lévő regnáló igazságügyi miniszter elkezd majd Mónika Sót játszani a férjével. De nem tudjuk, hogy játszott volna. De viszont abban nem tartok semmit. Ebben hát a hajlam megvan rá a látható módon. Nem? Tehát, ugye... Abban a jelentésben az is szerepel, hogy bele fog ebbe bukni az egész kormány, és senki nem fog hinni, neked is botrányt csinálják, hogy ezt mondja Magyar Péter, azerint a rendőri jelentés szerint, ami vélelmezhetően ekkor már Rogán Antal asztalán nem volt. Ezelőtt volt, és két és igen, három, de pont két akkor hívták be. A Novák Katalinra várt, de, hogy lemondjon, hogy ezeket elmondhassa. De amikor Rogán Antal elvileg ez a beszélgetés most történt, az a rendőrség jelentés. Akkor még nem volt meg a Novák Katalin szituáció. Erről beszélek? Hogy annak a sérelmére ő várt 3 évet, hogy ezt aztán elmondhassa. Mármint a Magyar Péter? Igen. Hát nyilvánvalóan akkor nem fűződött hozzá érdeke, most meg igen. Hát milyen érdek? Hát az, hogy most ezzel az ügyjel ő gyakorlatilag berobbant egyrészt a közéletben, másrészt meg magához tudja csalogtatni azokat az embereket, akik nyitottak ilyenkor az óaigézésre. Ezt... És Hitler rájött arra, hogy ő pápa akar lenni, vagy de mire jött rá? De ez is érdekes kérdés, és valid kérdés, mert ugye a Partizánban, ami még pár héttel ezelőtt volt, ott az első kérdése Marcinak a közélettel kapcsolatosan Magyar Péterhez az volt, hogy kívánkozol a politikai szintére. Akkor ezt ő egy badarságnak nevezte. Pár héttel később meg eljutunk oda, hogy most már... De ezt kikérdezte meg tőle, hogy közben mi változott? Hát ez a kérdés hiányzik. Hát de ez az újságírás, ez az influencer. Ebben egyet értünk. Én ezt értem, csak hát az a helyzet, hogy ezt nem lehet pótolni. Beleértve, hogy én azt tudom mondani, hogy én elég régóta vagyok a szakmában, és nagyon sok dolgot biztos nagyon rosszul csináltam. Volt egy koncesszióval kapcsolatos gondja az autópályaépítéssel kapcsolatban a gazdasági versenyhivatalnak, és én felajánlottam a gazdasági versenyhivatal alelnökének, hogy én egyébként oda akár az akkori NIF-nek a vezetőjével bemegyek, amit egyébként akkor még Reményi Kálmárral is egyeztettem, fontoskodtam, szószorosan fontoskodtam, amire azt mondta nekem Nagy Éba, remélem jól mondom a nevét, hogy neki vannak papírjai, abból ő ezt meg tudja ítélni. Neki nincs szüksége emberekkel találkozni, mert egyszerre a befolyásolási lehetőséget is ilyen távol tartotta.
Ez, amit Rogán Antal csinál, ez maga a Richelieu. Ez maga valami, a hívő tagozaton belül valami olyan, amikor egy presbiter, nem tudom, az egyik hívőt berendelheti, mert róla rosszat mondta. De ha Rogán Antal asztalán van egy olyan rendőri jelentés, amiben az van, hogy kimászott az igazságügyi miniszter az ablakon, a férje meg azt üvöltötte neki, hogy botrányt csinálok, amiben az egész kormány belebukhat, senki nem fog hinni neked, akkor ebben az esetben egyébként a miniszterelnök körül lévő miniszternek nem az a feladata? Csak a barátnőmet tudnám idézni, neki még nálam is sokkal okosabb és sokkal józanabb, azt mondaná, hogy mit keres a jelentés a Rogán Antalnál. Ő nem egy rendőrminiszter. Ő a kormányzati tájékoztatási központ vezetője. És ha egyébként a Pintér Sándor asztalán landolna, a Pintér Sándornak sincs dolga, akkor van dolga, hogy ebből adódóan olyan történés van, ami egyébként a jognak olyan megsértése, aminek következtében eljárás kell indítani. Bocsánat, ebben szerintem abban az egy tételben nincs köztünk egyetértés, hogy igenis relevanciával bírt az ott a veszekedéskor elhangzott kijelentés, relevanciával bírt a kormány számára. És tök mindegy, hogy az Pintértől jutott a kormány tudomására, és egyébként Antalhoz tök mindegy, hogy egyéb más forrásból relevanciával bírt. Amit a Tomi is említ, itt nem egy hétköznapi házaspár veszekedését hallottuk, itt egy épp regnáló igazságügyi miniszter veszekedését hallottuk, amire egyébként a férj azt az állítást teszi, hogy úgysem fognak neked hinni, és ebbe a kormány bele fog bukni. Innentől viszont az teljesen helytálló, hogy a Rogán Antal, miután tudomására kerül, figyelmezteti arra Magyar Pétert, hogy a személyes sérelmeiket és a személyes párharcukat azt ne vetítsék ki a politikára. Azt kell neked, hogy csak egy gyenge ember és csak egy gyenge kormány viselkedik így, mert hogyha minden ilyen óbégatásra, jaj beszékelésre így reagálnának, akkor nem maradna idejük a kormányzásra, amivel egyébként lehet, hogy jól járnak. Ugye említetted az influencerek kontra újságírókat, én behoznék még egy szempontot a bulvár újságírók és újságírók, meg a bulvárvilág hatása a politikára, mert talán Rogán Antalnak még ott lehet szerepe, hogy a bulvár az ma ugyanúgy a politikának a része. És azért ebből gyönyörű bulvár történetet lehet most csinálni, meg lehetett volna akkor is. Tehát az, hogy ebben az ügyben egyeztetnek, én ezt valahogy így, ezt a részét abszolút megértem. Hát csak gondoljál a Szakács Árpád féle több beszélgetésedre, és az, hogy Szakács Árpád utólag azt mondja, hogy azokat az éveket kitörölni az életéből. Nyilván, de én erre mondom azt, hogy lehet bántani Rogán Antalt, meg szereti, nem szeretni, de ő ebben a helyzetben, meg még a kegyelmi ügyes helyzetben is végül is azt tette, amire ő szerződve van, meg ami nem. Az ő fel. Fura dolog, hogy ti azt gondoljátok, hogy neki így kell eljárnia. De a szervezeti és működési szabályzatnak ez a túlzott meghaladása, vagy hogyha a szervezeti és működési szabályzatban ez van, akkor azok, akik a Fideszre szavaztak, nem tudom, hogy azt akarták-e, hogy a szervezeti és működési szabályzatban ez legyen. Te, akik ez a Fideszre szavaztak, nem azt akarják, hogy maradjon a Fidesz hatalomban meg Orbán. Jól beszélsz. A kérdés az, hogy mindenáron. A mindenáron van. A célszentesíti az eszköz. Abszolút teljes mértékben. Itt a célszentesíti az eszköz. És itt túl ment ez szerintem? Messze. Jó, csak ugye akkor legyen az, hogy minden eddig elhangzottakat tegyünk félre, a saját gondolatosságomat és érvényed is félredobom, és akkor csak hagyatkozzunk arra, hogy ez egy túlkapás volt, egy messze menőleg túlkapás, így fogalmaztál. Ha ez egy messze menőleg túlkapás, akkor sem az a világi botrány, amit ebből ki akarnak vetíteni. Tehát az akkor sem az, amit a Magyar Péter elő akart adni. Ebben neked teljesen igazad van. A kettőnek egymáshoz nincs köze, ezt kéne tudni megfejteni. De ezen jelenleg nem sokan dolgoznak. Akkora Orbán utálat van, hogy az hídként szolgál, és ebben senki nem foglalkozik, és ez egyébként majd jelentkezik a Dezső András felületben. Na, pont ezt be akarnám hozni akkor a Dezső András sztorit, hogy ami viszont nekem egészen elképesztő, hogy a magyar ügy láthatóan elsodorja Dezső Andrást, a HVG-t, végigolvastam az összes kommentet a HVG-s cikk alatt ezzel. Nem szoktam kommenteket olvasni, de én tényleg ledöbbentem azon, hogy azok, akik egyébként korábban a narratívájukat, meg a dogmatikájukat HVG-cikkekre építették, azok ebben a pillanatban hogyan fordultak szembe a HVG-vel, ez az egyik része. De ez a HVG hívőség. Igen, ami hirtelen nagyon összetört. Orbán hívő, HVG hívő. Igen. És szóval nekem ez az egyik megdöbbent, a másik az a hatházi hívőknek a hirtelen párfordulása, aminek én személy szerint örülök, de az egy más lapra tartozik. Szóval, hogy ugye Hatházi Ákos, az is értetettel számomra, hogy Hatházi Ákos beleáll Magyar Péterbe, hogy ott hibázik ő, hogy hisze abba, hogy választáson le lehet győzni a Fidesz. Mondja ez Hatházi Ákos, aki Zuglóban mandátumot szerzett. Ne felejtsd el, hogy a Hatházi Ákos is egy hiú.
nem szeretne még egy Hatházi Ákost. Ábrahám Róbert se szeretne még egy Ábrahám Róbertet, én se szeretnék még egy Fiala János. Mindenki kialakított magának egy szemétdombot, nehogy már jöjjön a Magyar Péter és elvegye azt, ami a Hatházié. Mennyi dolgozott ő az? Na de hogy Hatházi Ákos, aki ebben a körben azért az igazságnak, meg a korrupció elleni harcnak a szent grája volt. Gyarló ember. Most hirtelen ő is a kommentelők áldozatává vált. Szóval itt merült fel az benne, hogy mit tud a Magyar Péter, amit a többiek nem tudnak? Nem. Mit tud a gyarlóság? Na, kezdjem ott, hogy a Hatházi kapcsán nem az bosszant engem fő, hogy a hívei vagy követői ellene fordulnak engem, az, hogy egyáltalán vannak követői vagy hívei. Ez sokkal inkább kérdőjeleket vett fel számomra. Magyar Péterrel kapcsolatosan pedig, hogy menjek vissza egy picit az időben, amikor én nagyjából 2020 környékén magabiztosan állítottam elég következetesen, hogy jelen pillanatban nem csak a magyar sajtó, globális jelenség a nyugati világban, hogy két oldalra osztották ezt az egész jelenséget, és mindegyik függ valakitől. Annyi a különbség, hogyha magyar aktualitásokat tekintem, hogy az egyik oldal az magáról azt mondja, hogy ő független és objektív, a másik meg elismeri, hogy kormánypárti. Miközben mind a kettő függ, és ez az online sajtó előretörésének egy egyébként természetes és azon belül megkérdőjelezhető folyamata. Tehát onnantól kezdve, hogy a nyomtatott lapok háttérbe szorulnak, az online sajtó egy teljesen más piaci helyzetet teremt, és ebben a piaci helyzetben mindenki bekapaszkodott és betagozódott valahova. Ez azért nagyon fontos, mert amikor megérkezünk ahhoz a jelenséghez, hogy van a HVG, ami magát ugye folyamatosan függetlennek és objektívnek mondja, és most nem is akarok egyébként nagyon HVG kritikát kifejteni, csak emlékeztetnék, hogy nagyon egyhangúan tudósít az elmúlt években szinte mindenről. Háború kapcsán bele sem menjünk, ott olyan ostobaságot megengedett magának, hogy az tényleg valami vérlázító, de folyamatosan egyhangúan terelte az olvasóit. És ebből következett az, és a jobboldali sajtóról azért nem beszélek, mert arról beszéltek eleget, és akkor azt tudjuk, hogy az úgy van minden, ahogy állítják, minden hibával és kritikájával. A másik oldal viszont magáról mindig is azt állította, mikor most én ellenzéki sajtónak nevezek, hogy ő ezekhez képest egy sokkal magasabb nívót képvisel. Hát oda vezetett ez a sokkal magasabb nívó, hogy az embereket, a követőiket olyan szektává alakították, akik csak az O1 jézésre figyelnek. Ha ma Orbán Viktor, ezt Lukács Adorján mondta, itt látok, és nagyon jó hasonlát, ha ma Orbán Viktor kiállna a Hősök terére, és azt mondaná, hogy Orbán egy geci, akkor beállnának Orbán Viktor mögé. Kérdés ne legyen. És amikor jön a Magyar Péter, és nem számít, hogy Magyar Péter egy héttel korábban még a nagy asztalnál vacsorázott a nagyokkal, ahogy jön Magyar Péter, és azt mondja, hogy O1G, onnantól kezdve, mivel ő a leghangosabb jelenleg az O1G-zésbe, ez minden mást alárendel. Ha a HVG tök mindegy, hogy hány évig O1G-zett, tök mindegy, hogy hány évig tolta azt a narratívát, amit ők akarnak. Ha nem elég hangosan mondja, hogy O1G, akkor ez a dingó haddá nevelt tömeg elharapja a torkát. Elsodorja őket. És egyébként ezt nekik ízlelgetni kell, mert ez a világ, ez általuk lett kreálva. Tehát minden, ami jelen pillanatban nem az O1G mellett foglal állást, az halálítélendő. Hát nézzük meg a Dezső András esetében, mi történt. Ugye ő nem azt mondta, hogy Orbán Viktor vagy a Fidesz jó, vagy szavazza Fideszre, hanem csak mert írni egyébként tényleg nagyon etikusan kezelte az ügyet, egy olyan ügyről, amiben az új messiás minimum megkérdőjelezhető szerepben tűnik fel. De még komoly állítás sem hangzott, hiszen már erről beszéltünk korábban, és egyetértettünk, hogy nővelés ebből a cikkből nem sugalmazódik. Sőt, egy vita sugalmazódik az egészből. És ennek ellenére eljutottak, 2 percem kellett. Eljutottak oda, hogy Rogán fizeti a HVG-t, mennyit fizet Rogán, kérdezték a egyébként korábban tényleg, és egyébként szerintem tényleg minőségi módon űzi azt a fajtók nyomozást, amit ő képvisel, de hogy egyből Rogán emberévé kiáltották ki, a HVG-t megvette Rogán, és így tovább, és így tovább, és azok a szereplők, akik korábban merték mondjuk kritizálni a Magyar Pétert, azok innentől kezdve kétszer is meggondolják azt, hogy az aktuálisan kikiáltott messiás szabad-e kritizálni. Jó, ugye sokszor kérdezik, hogy miért vannak nálam papírok, és csak akkor fogom őket elővenni, ha muszáj. Ez egy kronológia. Ha az Ábrahámnak, uram, bocsánat, baja van, ne legyen baja, akkor az orvos előszedi azokat a kórelőzményeket, amelyek egyébként az Ábrahámmal kapcsolatban rendelkezésre állnak, és azokat végignézi. Ez a mai világra ebben a formában nem jellemző. Nálam ezek korábbi leletek. Az, hogy egyébként nekem ebben igazam van-e, vagy sem, én már ilyet nem mondok.
Én csak azt mondom, hogy én más eredményre jutok, és az egy nagy kérdés, hogy egyébként melyiknek van jelentősége, de belőlem van sokkal kevesebb, és én ki is fogok halni. De ami a lényeg. Mi történik? Az történik, hogy egy tapasztalt újságíró olyan helyzetbe találja magát, amiért egyébként nem feltételez. Ez miből következik? Ez abból következik, hogy az embernek van egy emberismerete, amely egyébként X alkalommal működik, Y alkalommal pedig nem. Ha Y alkalomból csak egy van, és az pontosan ez az eset, éppen a dolog horderejénél fogva fölébe nő az egésznek. Ugyanis mi történik? Az történik, hogy 3 héttel, ahogy ugye ide előre megyünk az időben, 4 héttel, nem tudom mennyivel korábban, kerül egy jelentés a Dezső kezébe. És itt eljutunk az investigatív újságíráshoz, hogy az a rendőri jelentés hogy került, vagy hogy kerülhetett a Dezső kezébe, ez egy fontos kérdés. Informátort nem fog kiadni, de az egy olyan papír, aminek elvileg a Dezsőnél semmi keresni valója nincs. Ő felhívja Magyar Pétert, és megkérdezi Magyar Pétertől, hogy ő egyébként ennek a jelentésnek a tartalmához hogyan viszonyul. Dezső Andrást itt csalta meg, és miután Dezső András a HVG munkatársa, a HVG-t itt csalta meg a szemérték, független attól, hogy Parászka, Boróka, Pető Péter és Tótavi Árpád hogy áll ki mellette. Ugyanis ez a lázas állapotú Magyar Péter önmagából abból adódóan, hogy egy olyan dologgal szembesítik, amiről ő tudott, de nem tudja, hogy más is tud. Annak a tartalmát se ismeri, csak tudja, hogy dehonestáló ránézve fogja magát, és abban az online médiában, amiről te beszél, megszólal. Korábban ilyen online média nem volt, nem tudott volna megszólalni. A HVG nem hozta volna le, mert azt mondta volna, hogy mi még nem tartunk itt. És onnantól kezdve Dezső András és a HVG utánkövetővé válik. Az, hogy közben szalonképtelen... Hát, csak annyi, hogy tegnap az én szerkesztőm a kérésemre beszélt Dezső Andrásra, megpróbáltuk meghívni, de mondta, hogy egyelőre nem. És ő azt mondja, hogy egyébként ők nem tervezték ezt megírni. Ez lényegtelen. Közölték a tényét a Magyar Péterrel. Ott történt. A Magyar Péter egy önjáró valaki. A Magyar Péter miért nem mondhatta volna azt, hogy ő egyébként ilyesmit nem tett? Egyébként ez a papír pedig, ami vele és Varga Judittal kapcsolatos, hogy a frászkonyhóban került a rendőrségre a Dezső Andráshoz, egyébként a velem lenne kapcsolatos, én ugyanígy viselkednék. Lehet, hogy közben nagyon szégyelném, amit tennék, de azt mondanám, hogy ehhez nincs köze. Tehát az, amit te mondasz, hogy egyébként Dezső András nem akar beszélni, aznak ehhez nincs. Tehát, hogy ő csak háttérbeszélgetést akart folytatni Magyar Péterrel erről. Ez nem egészen így van, hiszen azt is tudjuk, hogy ez le is lett tiltva, tehát ugye arról volt szó, hogy ott készült valami, amire a Magyar Péter azt mondta, hogy nem, de a helyzet az, hogy el lett kefélve, mert hogy Magyar Péter mint egy oroszlán szeridítő. Az oroszlán szeridítő X alkalommal el tud játszani az oroszlánnal, aztán az oroszlán egyszer nem úgy viselkedik, és annak az oroszlán szeridítő látja a baját. Dezső András nem mérte azt föl, hogy milyen kockázati tényező Magyar Péter pedig szembefordult vele, én egyébként ezt érzelmek teljesen meg tudom érteni, és aztán utólag ugyan módosított, és már nem mondta azt, hogy nem tudom, mit mondott, hogy... Mivel lett vádolva, mi volt? Nőveréssel. Nem nőverés, hanem, hogy nem tudom, propagandista. Ja, hogy amikor a Dezső András... De a helyzet az, hogy abból adódóan, hogy valamit megosztott Magyar Péterrel, amit Magyar Péter nem tudott, nem írhatott alá egy papírt Magyar Péter, hogy ő erről nem beszélt, és Magyar Péter kiakadt és beszélt, és onnantól kezdve átvette ő a kezdeményezést a Dezső Andráshoz képest. Ez Magyar Péter részéről nézve egy jó kommunikációs fogás? Ez egy nagyon jó kérdés. Én itt veletek beszélgetek, és nem kommunikálok. Ugye ma minden úgy van feltüntetve, mintha valami tudatos tevékenység lenne. Én a dolgaimnak a zömét nem tudatosan teszem. És hogy egyébként mennyire tervezte meg az egész életét, illetve a Novák Katalin kegyelmi döntés utáni életét a Magyar Péter, a szíves elnézést, Gulyás Márton és az összes többi ember elfelejtette megkérdezni. Én meg nem tudom. Te hívtad egyébként? Én hívtam, ketten is megadták a telefonszámát, a fülebotját nem mozgat. Én még a telefonszámát sem tudom, de hívtam közösségi médián meg... Ott írtam neki először. Nekünk se válaszolt, úgyhogy... Csak hogy ezt a korrektség kedvéért mondjuk, mert ugye jön... De megtettem, meg tudom mutatni, de... Pedig megnézném. Gondoljatok bele abba a kormányinfóba.
ahol Gulyás Gergely és Magyar Péter egymással SMS-ezik a jelenlevő újságírók által, mert hogy egyébként ugye Gulyás Gergely nem nézi közben a Facebookot, de az újságírók igen, látják, hogy miket ír Magyar Péter, az egész valami olyan szégyen, mindannyiunk szégyene, egy primér szégyen. Ha az Ábrahámmal valami történik, nem vagyunk jelentős ismerettségben, most találkozom először, de azt gondolom, hogy van olyan dolog, ahol egyszerűen félrehúzom abból adódóan, hogy ne lássa senki. Aztán utána eldöntheti, hogy mit akar. Ez az egész a szemem előtt zajlik, mindenkit leléptetnék, mindenkit. Csak egy dologot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Itt János feltette azt a kérdést, ami hát nagyon sok ember föltesz, hogy hogy kerültek ezek a papírok az újságíróhoz, a rendőrségre. Semmi, hát a kapcsolati rendszer. Hány ilyen papír van? Rengeteg papír landol. Ez egy hétköznapi jelenség. Nézők és hallgatók kedvéért azt a tényt azért rögzítsük, hogy az érintett újságíró egyébként bűnügyi könyveket ír, egyébként a téma szakavatottja, tehát nem meglepő, hogyha mondjuk van olyan ismertség a rendőrségen, ahonnan ilyen papírok az egyébként hozzá tudjuk. A rendőr felháborodik, hogy mit akar a Magyar Péter, amikor közben. Ez csak azért, hogy valaki, mert nyilván van egy olyan narratíva, mondtam, ezt kommentelők alkották, hogy a Rogán Antal felbérelte az újságírót, és belevégeztette a piszkos munkát, ilyen narratívák is vannak. Meg hogy az újságíró egyszerre dolgozik a CIA-nak és a Pintérnek. Itt azért azt tudni kell, és ezt rögzítsük, hogy ő korábban is kimondottan ilyen ügyeket tárt fel, és hasonló ügyekben járt el, szóval nem meglepő, hogy újságíróként információkkal rendelkezik. Nem kell ehhez Rogán Antal csak. Ennek igazad van, nem tudom, hogy voltál-e már ilyen szituációban, azért ezek zavarbejtő dolgok, amikor olyan papírok landolnak nálad, amihez neked egyébként nem lenne okod és jogod. Nálad volt ilyen? Nálam előfordult. Teljesen jogos, de a világban rengeteg újságíró landolnak olyan papírok egyébként, aki nem van kapcsolatban. Igen, csak ez egy nagyon fontos kérdés az ilyen szituációban, hogy tényleg el tud-e az ember objektíven járni, és én azt gondolom, hogy nem. Tehát ilyenkor az ember a szemét becsuk. Te félreteszed ilyenkor? Nem. Engem volt, hogy kifejezetten olyan ügyben kerestek meg, hogy én valamiben járjak el. Mondtam, hogy én nem járok el, de eljárok olyannál, aki ehhez ért, és ezt megtettem. És akkor itt jön be egy újabb szempont, hogy ugye közben Magyar Péter azt mondja, hogy ő készített a saját és a családja védelmében hangfelvételeket, amelyeken miniszterek beszélnek, meg amelyben többek között állítólag Gulyás Gergely beszél, hogy miközben ugye a fél, tehát nem a fél az nem jó szó, szóval a rajongótábor teljesen fel van háborodva, hogy hogy kerülhettek ki az ártatlan Magyar Péterről a rendőrségi papírok, közben megtapsolnak, hogy na Ludas Matyi felvételt készített az egykori barátairól. Azt mondta Woody Allen, hogy azért nem akar megismerkedni a Marlon Brando-val, mert annyira felnézve, hogy nem akar benne csalódni. Mi ennek a jelenségét látjuk. Hát ne feledjük el, hogy Hatházi Ákos a saját frakcióülésén készített magnó felvételeket, amelyekkel aztán évekkel később trafik konszesszió kapcsán előjött. Tehát azért... Aztán azért... visszakaptam, amikor megcsapta Salai Róbert, akkor arról is volt fel. Tehát itt nem szentekről van szó. Az, hogy Magyar Péter hangfelvételeket készít olyan szituációban, ahol egyébként emberek nem szoktak hangfelvételeket készíteni, és ez még nem olyan dolog, mint hogy a Dezső András Milantól, hiszen csak az feltételezi, hogy nagy emberek társaságában ki tudja, minek a fültanúja lehet, az maga az amoralitás. Az maga az amoralitás. Aztán, hogy azt mondja ő, nincs is tisztában a szavai súlyával, hogy ezeket eltette a családja védelmében, hogy egyébként kiveszélyeztette Magyar Pétert, én ezt se értem, hiszen... Azt mondta, hogy rájött, hogy maffia államban él. Na, ja. Ez tökéletes, tehát hogy hogyan jött le, hogy találkozott-e Magyar Bálinttal, vagy hirtelen vett egy könyvet, ez egy hirtelen megvilágosodott, ez már vallás, tehát ez nem tudom, de erre szintén senki nem kérdezett rá. A Magyar Péter naponta hitelteleníti magát, de szükség van a messiásra, ezért nem tudja magát hitelteleníteni. Majd amikor rájön arra, hogy neki már nincs családja, mert elválik, akkor felajánlja a hazájának. Hát komolyan mondom, ez egy tragikomédia, de lehetséges, hogy csak szintisztán komédia, de olyan mérvű ellentét feszíti ezt az országot, hogy közben az emberek ezen a 84 logikai bakugráson, kognitív diszonancián olyan könnyen teszik túl magukat, hogy arra szavak nincsenek. Nem tudtam volna én sem szebben megfogalmazni, de azért azt vegyük észre, hogy itt a Magyar Péter azért naponta milyen kijelentéseket tesz. Tehát, hogy csak kezdjük a hangfelvételeknél. Tehát
hogy készülnek el ezek a hangfelvételek? Ugye ezt a János nagyjából elmondta, csak egy picit más megvilágításba helyezem. Hát annál az asztalnál készülnek, hogyha vannak hangfelvételek, mert egyébként ez is még egy kérdés, mert eddig volt, van, jövő héten lesz. Tételezzük fel, hogy van. Egy olyan asztalnál, ahol ő együtt eszik a barátaival, meg, meg egy olyan ágyban, ahol együtt fekszik a párjával. Készülnek a hangfelvételek. Tételezzük fel, hogy a Magyar Péter igazsági érzete és törvénytisztelő mi voltja, hogy esetleg ebben bármi olyan törvénytelen dolog szerepet kap, megelőzi a család és a barátokhoz való lojalitást. Tehát a lojalitás hiánya mindenképp jelen van. No de akkor, ha ez így van, és a lojalitás fölé helyezi a törvénytudatot, akkor miért nem a felvételek birtokában, miért nem azonnal sétál be az ügyészségbe? Hát azt mondja, hogy ezek a felvételek bizonyítják be, hogy itt egy maffia államban. Ha ő ezt tudta, akkor miért nem ment az ügyészségbe? Miért maradt még benne a maffia államban? A másik, hogy ő későbbre eltette, tehát fogalmazzunk már azért magyarul, tehát zsarolás céljából tette el, hogyha esetleg történne valami, tudjon majd zsarolni. Most történt, és akkor... Bocsánat. Tegnap az ügyészségen volt Magyar Péter, komolyan mondom, hogy annyi riporter volt, hogy Michael Jackson feelingem támadt, mikor Párizsban járt. Hogy lehetséges az, hogy időpontot szab az ügyészségnek, hogy most nem hozok bizonyítékot, nem hoztam ezért, mert azért, meg azért, majd jövő héten, vagy 28. Hát az ügyészség hívta vissza. Bocsánat. Itt annyi kérdőjel van, az nem lehetséges, hogy ezzel az információval is, amit elhintett, hogy ekkor meg akkor majd behozom a hangfelvételeket, hogy pozíciót próbál magának keresni, hogy esetleg ajánlatokat kapjon, hogyha van is hangfelvétel. Nem tudjuk, hogy alkudozni próbál. Ki ez a Magyar Péter? Tehát azt se tudjuk, hogy ki nem maga az ajánlat maga a Magyar Péter a Fidesz részéről. Ez mit jelent pontosan? Hát, hogy egy a Fidesz fájának egy leágazása. Rogán Antal kitalálta a Magyar Péter karakterét? Miután láttuk már a Farok Csóválja a kutyát című filmet, csak hihetetlen fantázia. De nem lehet, hogy ez annak erős? Nem, semmi nem erős. Az emberi kreatív elménél nincs erősebb, és erről a Stephen Hawking tudna mesélni, ha még élne. Na és hogy visszatérve, tehát amikor hangfelvételekről beszélünk, amikor zsarolásról, lehetséges zsarolásokról beszélünk, amikor lehetséges alkukeresési pozíciókról beszélünk, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy ez a Magyar Péter, aki itt maffia államról beszél, vajon nem ugyanúgy jár-e el, ahogy azt a maffia filmekben megszokhattuk a maffiózóktól. És hogy valóban létezik-e az az egyébként szerintem gyűlöletkoalíció, merek így fogalmazni, aki egyik a Markizájtól egy vonásra átáll a Magyar Péter mögé, és azt mondja nekünk, mindegy, hogy gyűlölje az Orbán, és nem gondolkozik el azon, hogy ezt az embert akarja bármilyen politikai hatalommal felruházni. És mondom, tehát a János nagyon jól célzott arra, itt mindenki elfelejti, hogy ez az ember, ez ellenmondásul tömkelege mellett, ez nem most pottyant ide a mennyből. Hát ez eddig is itt volt ez az ember, és ennek van egy múltja. Ja, a Mi Hazánk mondja erre azt, hogy amikor a devizásoknak a problémái voltak, meg ilyenek, akkor Magyar Péter érdekes módon nem tárta fel ugyanezeket a bizonyítékait, vagy a végrehajtó, most nem devizások, tehát a végrehajtó maffiának a kárvalottjai, pedig, hogy ott emberek sérültek, hogy miért nem akkor jött elő az igazságérzete, meg akkor hozta. Tehát erről beszélek én is, hogy ezt elpróbáltam utalni. De azt se tudjuk, hogy tehát azért ez bizonyos szempontból ilyen. Csak nem tudjuk, hogy ki mozgatja. Mert hogy nem Magyar Péter, az biztos. De hogy ki, azt nem tudom. Lehet, hogy senki egyszerre az élet. Az, hogy Varga Judit megszólal, azt követően, hogy ezt a homályos sejtetést közzéteszi a volt férje, miközben ő hetek óta nem posztol semmit, és akkor közzéteszi ezt az egyébként nagyon klassz filmet a Tejföllel, azért ebben van valami hátborzongató. Tehát ahogy az egyik olyan bűbeszédű, egyébként mindig nagyon gyanúsak a bűbeszédű ember. Ezt akartam mondani, mindig. Tehát aki naponta 644-et posztol, az vagy Hunt András, vagy Magyar Péter. Én egyiket se kérem. Aki viszont úgy viselkedik, mint a Varga Judit, az szintén roppant gyanús. Ahogy az ember szeretné megérteni Novák Katalin kegyelmi döntésének a hátterét, ezt is szeretné megérteni. És e tekintetben a hatalom épp úgy hallgat, mi akadályozza meg Rogán Antalt? Mi akadályozza meg Gulyás Gergelyt? Én csak kívánom, hogy neki valami baja legyen. De azért ritkán szokott valaki ilyen szituációban ilyen hosszan eltűnni, és még csak gyógyulásra kíván neki permanensen valaki. Én nagyon nem szeretném, hogyha holnap után azt mondanák, hogy Gulyás Gergely távozott a kormány. Benne van, ha mondjuk a hangfelvételen ő mond akár valami olyat, ami necces. Könyörgöm, hát azért én hány olyan társaságban voltam, ahol ilyen dolog van. Hát
nem lehet úgy élni, hogy az ember egyfolytában magnó felvételektől tegye függővé. Akkor se a miniszter? A miniszter ugyanolyan ember, mint te. Igen, csak a fegyelem kérdése. A szűkbaráti körben a fegyelem is relatív. Mert ez tényleg a szűkbaráti körben. Hát én erről beszélek, hogy ez az ember ez a royal asztaltól állt fel. Tehát itt nem az van, hogy ő valahol ennek a nagy nemnek a része volt, és ő harcolt a belső ellenséggel, és ő tisztába akart. Ez az ember az onnan állt fel a royal asztaltól. Tehát amikor ő minisztereket fel tud venni. Szart, ahonnan etették. Hát vagy hogyha már egyébként magát kereszténynek mondját, annak a sarkát harapja, aki a kenyerét adta neki. De konkrétan ez történik az ő esetében. És mondom, ez csak akkor lenne valid az ő részéről. És nem tudjuk egyébként, hogy miért. Tehát aki azt kérdezi, hogy valójában ő sajnálja-e azt, hogy a felesége lemondott, mert ha sajnálja, akkor az egész kegyelmi történetet nem érti. Tehát semmilyen indokoltsága nincs Magyar Péter előkerülésének. Ugye a legenda úgy szól, hogy Varga Judit nem támogatta ezt a kegyelmi kérvényt, és az igazságügyi minisztériumtól így is ment fel Novák Katalinhoz, csak mivel Novák Katalin aláírta, ezért Varga Judit akceptálta. Okay, és akkor Magyar Péter a Varga Judit szóvivője, miért nem tudja elmondani a Varga Judit? Vagy így, hogy Varga Judit vissza, ugye azt mondta Varga Judit, hogy ő teljesen visszavonul a közélettől, és a Magyar Péter azt mondja, hogy ő ezt a Facebook oldalát már korábban bejegyeztette, tehát mi van akkor, hogyha úgy érezte Magyar Péter? Utoljára nem tudom, onnan lehet tudni, valamikor most volt a születésnapja. Egyébként csak megjegyezném, hogy a magyar társadalom nagyon megosztott, de egy dologban konszenzus van mindkét oldal irányában, hogy a kegyelmi botrány után helyes döntés volt mind a Novák Katalin, mind pedig a volt igazságügyi miniszter Varga Judit lelépése a közéletből. Annyiban különbözik, hogy az egyik fél az még többet akar és minden fejet akar, a másik meg azt mondja, hogy ez is egy hűséges helytállás. De ebben konszenzus van, hogy helyes volt a felelősségvállás. Majd jön a Magyar Péter, aki azzal robban be, hogy tulajdonképpen megsértődik, hogy felelősséget vállaltak. Abszolút. Arról nem beszélve, hogy egy holnapi beszélgetésre készülve Navracsics Tiborral egyszer már előhoztam, hogy talán február 8-a, rosszul mondom, most nem megyek el a papíromért, ugye akkor volt a Facebook megjelenése Orbán Viktornak, aki ugye a X-edik alaptörvénymódosítást jelentette be, durván másfél hónapja. Én a beszélgetésünkhöz képest tegnap néztem meg a parlament honlapját, még mindig nem szavazták meg. Akkor közben bejelentették, hogy készül az új gyermekvédelmi akkor törvény. Akkor meg is lehet vonni. Tehát az alaptörvény és a gyerekvédelmi törvény, azok ebből a szempontból egymást lefedő, de csak részlegesen lefedő halmazok. Ha azt akkor nagy délrel, durral bejelentették, akkor azzal valamit csinálni kell. De ha már említetted itt a influencerek kontra sajtót, akkor ez megint olyan, hogy politikai kommunikáció kontra parlament. Türen, az influencer kontra sajtó, annak alapvetően én vagyok az élharcosa, és nincs hadseregem. Én még egy embert nem ismerek, aki rajtam kívül ilyet mond, és rajtam kívül senkit nem ismerek, aki ne lenne ezzel kapcsolatban azzal meggyanúsítva, hogy savanyú a szőlő alapon mondja ezt, és hiába mondanám, hogy nincs így, úgyhogy én nem is védekezem. Én egyébként azzal kapcsolatban úgy vagyok, mint aki dolgoztam újságíróként, és bár soha nem végeztem újságíróként, és most inkább influencernek tartom magamat, hogy igazából azért mindegy, mert nézik, és tartom. Nem. A kruzsló is ugyanúgy az emberi testtel foglalkozik, de más a tudás az emberi testtel. Az biztos, ez nem kérdés. És a természetgyógyászattal semmi probléma nincs, ha a természetgyógyászat megtartja maga korlátai között. Én nem az influencerek ellen beszélek. Isten ments. Én azt mondom, csak hívjuk influencernek. Én azt mondom, hogy vannak olyan folyamatok, amelyeket nem kellene másra bízni, miközben nem azt mondtam, hogy rám bízzák. Oké, tehetségtelen vagyok, alkalmatlan vagyok rá, de akkor bízzák rá azokra, akik ezzel kapcsolatban tehetséggel bírnak. Az pedig visszatérve Dezső Andrásra, tehát azért ott permanensen kell azzal foglalkozni, hogy jó dolog-e, hogy a hatalom különböző szervezetei hogyan szivárogtatnak, és azzal az ember hogyan bánik. Ez egy permanens etikai kérdés, amivel kapcsolatban nincs két egyforma történet, és e tekintetben ez egy netz közeli történetté vált. Én ezt nem vitatom, viszont egy megjegyzést szeretnék hozzáfűzni az egész műsorhoz. Folyamatosan beszéltünk itt influencerekről. Azért tegyük tisztába, hogy az influencerek azok többnyire a nyugati világban azok maguktól és tényleg úgy jöttek létre, hogy
politikával, közélettel foglalkoztak, a politikai influencerekről beszélek, kialakítottak egy követőtábort, és az által influencer. Magyarországon nincs ilyen. Magyarországon szintetikus influencerek vannak, senki nem, tehát ezek mind valakik, tehát hogy most megnézem a szereplőket, a megafonos szereplőket is nézhetem a potyondedináikat is, ezek mind, hát potyondi politikus volt, a megafonnál elemzők vannak, újságírók, magukra, tehát itt mindenkit influencernek hívunk, itt valójában egyébként mondom, olyan emberek vannak, akiknek mindent megvan a maguk közéleti politikai módja. Tehát Magyarországon helytelen politikai influencerekben nincs olyan. És itt talán még az is bonyolult, hogy rádióadások, tévéadások költöztek a YouTube-ra sok esetben, és akkor az lett hirtelen az influencer, és tényleg elmosódnak a határok, meg humoristák költöztek a YouTube-ra, meg egy csomó minden, és egyébként szerintem Magyarországon máshogy is fogyasztják a YouTube-ot, mint máshol. Tehát, hogy podcasteket hallgatnak ott meg. Szóval ilyen nagyon, nagyon bonyolultá vált ez a hely. Ez ebben minimálisan se fog vele vitatkozni, csak azt mondom, hogy ez eldöntetett. Tehát innen visszafelé már nincs út. Hát az én időm tekintetben, ha nem is járt le, de egyebek között olyan meghívások és megnyilvánulások között tudom életben tartani, mint amilyen például ez a beszélgetés. Én nem próbáltam az Ábrahámmal felvenni a kapcsolatot, de azok a kapcsolatkereséseim, amelyek korábban a saját közegemben voltak, és amiből 10-ből 3 működött, most 10-ből 0 működik. És nem tudom az okát, nem is nagyon keresem már, én változatlan ugyanazzal a módszerrel élek, és hát tudomásul veszem. Hát és egyébként úgy is, ha még ebbe belemehetünk egy kicsit, hogy ugye kattintás függő lett mindenki, megnézettség függő. Abszolút. És akkor azt mondja, hogy hát nem megyek már be a tévébe reggel 6-ra, mert minek menjek be, amikor egyébként, ha elmegyek a bárhova az interneten, úgyis többen megnézik. És akkor tényleg akár még nem. Tehát, hogy onnantól kezdve nem lehet valós kérdéseket feltenni, egy-ketten kapnak kiváltságot, vagy elmennek a baráti médiába, ugye ez egy külön nagy téma, és egyébként én ezt nem is feltétlenül a demokrácia hiányának, meg a sajtószabadság sárba tiprásának tartom, mert a tartalomfogyasztási szokásoknak az átalakulásának, meg a kényelmességnek, meg arra, hogyha valamit el akar mondani, azt el tudja mondani a saját közösségi média felületén, azt a sajtó egyébként sokszor kommentár nélkül át is veszi, és ez egy teljesen új helyzet. Ez teljes mértékben így van. Ez volt a mai műsorunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk az elmúlt órában. Fiala Jánossal és Ábrahám Róberttel beszélgettünk. Köszönjük szépen. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Arra kérünk mindenkit, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, illetve ajánlom Fiala János műsorát és Ábrahám Róbert műsorát is, majd berakjuk a leírásunkba. A Kejfej Jancsi az egyik kedvenc műsorom. Hát Robinak az interjúit meg amúgy is szoktam folyamatosan nézni, úgyhogy érdemes velünk tartani, meg velük is tartani a következő időszakban is. Viszontlátásra, viszonthallásra.